te köszöntjük a Hét Rádió világnézet adásának hallgatóit. Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és Jobrodé szerkesztő nevében is köszöntjük Önöket, és köszöntöm a stúdióba dr. Nagy Sándor Gyulát, a Corvinus Egyetem egyetemi tanárát, Latin Amerika kutatót. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a megkívást! És a beszélgetésünknek a keretrendszerét, mondhatnám a dramaturgiáját egy akár egy minisorozatnak is apostrofálhatnám, amiben stílusosan a kezdőbetű egyúttal egy országot is fog jelenteni, hisz ez a beszélgetés a BRICS országok, vagy hogyha a Kínát angolosan China alapján, akkor a BRICS országoknak szenteljük, fókuszálva egyrészt társadalmi, gazdasági, geopolitikai szerepükre egy adott országnak, vagy akár az együttes hatásukra is, és a mai nap Brazíliának szánjuk, ha már Latin Amerika specialista ül velünk itt a stúdióban, és én bele is csapnék a közepébe, bár nyilván, mivel hogy a téma tematizált a BRICS kapcsán, ezért az én kérdésem az, hogy kell-e szükséges-e akár Brazília okán, vagy egyáltalán általában ilyen geopolitikai vagy közgazdasági szemlélet miatt ezt a BRICS tömörülést definiálni. Hogy látja ezt ön? Hát a BRICS-nek definíciója az a nevében van, tehát Nomen-es Omen, igen, uh, igen. ugye összeáll abból a, az eredetileg öt alapító, illetve hát négy plusz egy uh, tagállamból. Ugye jegyzem meg, hogy a 2001-ben BRICK-ként elhíresült igen, uh, igen. szó az még nem egy integráció volt, hanem egy befektetési bankárnak egy ilyen összefoglaló mozaik szava, amit abban az időszakban nagyon szerettek mondani, voltak az Európában a PIGS országok, ugye akik az euróválság kapcsán, megremegtek, ugye volt a BRIC országok, amik meg ugye a feltörekvő, nagy potenciára rendelkező országokat nevezték így, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, 2001-ben született meg az elnevezés, és egészen 2008-ig vagy 9 ig nem is volt találkozó az országok között, tehát ez egy befektetési bankárok, elemzők által használt, összefonagló szó volt, és ugye ezt az öt országot, az S-betű, az Dél-Afrika, South Africa, aki utólag becsatlakozott. Tehát ugye ennek a definíciója az ennyi volt alapvetően. És ez az utóbbi időben viszont már definíciót igényel, mert Ugye ez semmi nem volt, csak egy országcsoport megjelölése. Ugye ma már ez egy szervezet, tehát ennek van különböző, tehát például közös fejlesztési bankja, van egy, egy olyan kezdeményezés, ahol a tagországok Gyakorlatilag egy dollárt kiváltó, valamilyen jellegű fizetőeszközrendszert szeretnének összehozni, plusz ugye évente, néha többször is egy évben csúcs találkozók van az elnökök, a miniszterelnökök között, tehát hogy ez már több, mint egy korábban indult országcsoport megjelölés. Ez már ténylegesen egy, egy olyan hát lobbynak nevezném egy világpolitikai érdekekben bizonyos szempontok szerint közös irányba mozgó lobby szervezet, ami ugye az utóbbi időben elkezdte a szárnyait bontogatni, és már nem csak ebből az öt országból áll, hanem egyre több országból. Úgyhogy ilyen szempontból ez a definíció az egy fontos, mert más jelent most a BRICS, és más jelentett húsz évvel ezelőtt. Még mindig igazából annyira nem Brazília fókuszú a kérdés, de ugye akkor ha sikerült így definiálnunk a BRICS-et, akkor azt is föl lehet tenni, hogy, hogy egyre inkább elemzők valamilyen értelemben, valaminek a pandantjaként, valaminek a konkurenseként is elkezdik emlegetni. Innentől kezdve érdemese azt megvizsgálni, hogy valóban képesek konkurálni, és ez majd Brazíliánál szerintem különösen izgalmas kérdés lehet. de nyilván a többi tagállam, vagy alapító állam, vagy már csatlakozott állam esetében is érdekes lesz. Ugye leginkább hogy a G7-tel szokták felállítani, hogy a G7-es összetételt, hogyha megnézzük, ugye az angol százországok, az Európai Unió, jellemzően innentől kezdve egy ilyen nyugati a jellegű összefogásként lehet őket jellemezni, hogy valóban konkurál-e ezzel a fajta gazdasági érdekközösséggel, amit a G7 testesít meg? Alapvetően lehet azt mondani, az utóbbi időben... Azért elhangzott jobban. a dollár kapcsán, igen, akár igen, a önálló bank igen, kezdeményezés igen, kapcsán. Igen, igen. Tehát ugye alapvetően ugye a G7, az nyugatinak nevezzük, de mondjuk benne van Japán, igen. és plusz a G7-ben egyébként már gondolkoznak abba, hogy meghívnák Dél-Koreát és Ausztráliát is, és akkor már nem G7 lesz, hanem G7+, plusz, ahogy most már ugye BRICS Plusznak igen, nevezik a brics et igen. is. Ugye alapvetően ezen országok között hát két alapvető kötőerő van, az egyik, hogy mindegyik demokratikus alapvetően, tehát jog, jogállamról beszélünk, a másik mindig piacgazdaság és nagy, befolyásos piacgazdaság. Ugye ugyanez a BRICS-nél meg ugye nem teljesen igaz, mert nagy és befolyásos, hát nem mindig piacgazdaságnak nevezhető gazdaság, tehát ugye Kína, Piacgazdaság valamilyen szinten, de hihetetlen módon államilag irányított, befolyásolt és gazdaságra beszélünk. Hát Oroszország piacgazdasága, ezt megkérdőjelezném, Inkább a maffia állam szó lenne a legjobb definíció Oroszországra. Míg mondjuk ezzel szemben Brazília és Dél-Afrika, ami szintén BRICS tag, meg demokrácia is, meg nagyjából piacgazdaságnak is lehet őket nevezni. Tehát ez egy vegyes, felvágott volt a BRICS eredetileg. Ugye, ha Indiát is ide számítjuk, akkor nagyjából három demokrácia és két autokrácia. A piacgazdaságnak mondjuk, ha Kínát félnek veszem, akkor három és fél, másfél. Tehát ilyen vegyes volt. Ugye a közös érdekük az alapvetően az volt, hogy próbáljanak meg ezt a nyugati dominanciát egy kicsit az úgynevezett globális dél irányába, ami egy ilyen gyűjtő név azon fejlődő, fejletlen országoknak az összefogására, akiknek nem nagyon van befolyása, hanem inkább őket befolyásolják alapvetően ezek a nagyhatalmak, és erre próbáltak egyfajta ellensúlyt képezni, de ugye nagyon sokáig ennek nem volt kézzelfogható eredménye, inkább csak az, hogy ezen országok egymás között kezdtek el egyre jobban kereskedni, az évet találkozók azok használtak arra, hogy a vezetők megismerjék egymást, egy kicsit összerázódjanak, tudjanak közvetlenül beszélgetni, fel tudják hívni egymást, hogyha valami probléma, volt. Tehát az ilyen szempontból ezen országok között volt egy bizonyos együttműködés, ráadásul úgy, hogy a demokratikus országokban ugye kormányváltások voltak, elnökök jöttek, mentek, Brazíliában is jött Lula, jött Bolsonaro, aztán visszajött Lula, és fel sem merült bolsonaro mondjuk, hogy kilépjen a BRICS-ből. Aha. annak ellenére, hogy hát sok mindenben nem értett egyet Lulával, ez egy olyan dolog volt, aminek ő is átérezte a jelentőségét, és persze egy kicsit a választási kampányban még boszonára szitta a kínaiakat, de az első hivatalos útja az már is egy kínai delegációnak a fogadása volt, mármint, hogy a, a tehát külföldiekkel való kapcsolatban. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy a BRICS egy, egy vegyes felvágott volt mostanáig és azzal, hogy ugye elkezdett bővülni, hát ha megnézzük, a, milyen országok csatlakoztak, ugye Egyiptom, Etiópia, Irán és Egyesült Arab Emirátusok, és Szaudarábia meg, hát még nem tudjuk, hogy be akar -e lépni, vagy sem, de nyitott az út előtte, hát így már is az autokráciák száma ebben a kis törökország ez majd egy következő kör, Egyen, igen, mert ugye a következő körbe, akiket bevettek az úgynevezett partnerországok körébe, hát ott sem dúlnak a demokráciák, tehát hogy Kuba, Nicaragua, Vietnám, Algéria, Bolívia, tehát ugye ez mind ilyen autokrácia tekintélyuralmi rendszer, vagy féldemokrácia, hibrid rendszer, nevezzük így őket, ők kopogtatnak. De egyébként az elképzelhető, hogy akár az alapítók részéről, ha van ott egy szorosabb munkaviszony az alapító országok vezetői között, hogy azt a potenciált, amit már most a BRICS Plus képes képviselni, akár lakossági létszámban, föld lakosságához képest, akár gazdasági potenciában, azt azt mondjuk úgy, hogy nem is rejtik véka alá, hogy ez már, egy, ez már egy komoly potenciál? Hát nem nagyon tudják véka alá rejteni, mert ugye amiba Kína belép, az már mind lakosság, mind gazdaság szempontjából az Jó, már de világpotenciál. a világpotenciál. Hát ha összehasonlítjuk Jó, a kínai gazdaság méretéhez képest, el... hát na. De létszámban is nyilván ezért szerényebb, de azért a maga. I igen igen. 500, tehát, közel 50 millió, 250, 220. 220. Uh, tehát ha megnézzük, hogy az összes többi ország, ami nem Kína a BRICS-ben belül, szerintem ugye India fontos, lakosság arányosan, gazdaságban még, még, nem annyira, de alapvetően India és Kína ugye gyakorlatilag 80 át teszi ki a résztvevő országok lakosságának, GDP-ének meg egy annál is magasabb részét. Tehát alapvetően ez jól látszódik, hogy ez egy az utóbbi időben a belépett országok Tekintve ez inkább egy ilyen kínacentrikus integrációvá kezd válni, és ez az, ami egyébként már hallatszódik, meg lehet olvasni, hogy bizonyos brazil és indiai politikai körökben ez már visszássá kezd egy kicsit válni, és már nem annyira Igen. szimpatikus, hogy csak és kizárólag Kínának a szoros szövetségesei lépnek be, tagnak, meg partnerként jelentkeznek. Tehát itt ez, itt nem tartom kizártnak, hogy lesz a, a BRICS-en belül némi széthúzás, ami mondjuk öt országnál még meg lehetett, le lehetett ülni beszélgetve a dolgokat át gondolva. Ugye így, hogy már tíz tagállam van, lehet, hogy tizenegy, ha Szaudarábia belép plusz, még a partnerországot beleveszük, és az összes jelöltet, akkor majd negyven Országról beszélünk körülbelül. Igen. Itt meg már lassan elmegyünk az ENSZ irányába, és tudjuk, hogy az ENSZ milyen kiválóan működik az elmúlt pár évtizedben. Úgyhogy ma szarkasztikus voltam. Tehát, hogy ez Kínának egy érdeke, hogy minél több ország kerüljön be kvázi ebbe az érdek körébe, míg a többi országnak, akinek meg fontos volt az, hogy legyen egy exkluzivitása ennek a rendszernek, hogy, hogy évente párszor tényleg szűk körben tudjanak a kínai, jellemzően a kínai vezetővel találkozni, beszélgetni, ugye eznek a lehetőségnek a fontossága kezd el erodálódni azzal, hogy minél több tagállamot engedünk be. Úgyhogy itt azért van a BRICS-en belül azért ellentét, ez ugye abból is látszik, hogy tehát volt olyan tagjelölt ország, akit megvétózott az egyik tagállam, és nem engedett belépni. Tehát, uh -huh. ugye ez van Igen. szó. Tehát a brazilok nem engedték Venezuelát belépni. Na itt, itt, jön be akkor most már a kérdés, szerintem most már rátérhetünk nyugodtan Brazíliára, hogy, hogy tud-e Brazília ilyen értelemben Dél-Amerikának egy ilyen, egy ilyen nyílhegye lenni, tehát aki, aki ebben a BRICS tömörülésben akár milyen szerepvállalási szempontjából, potenciálja szempontjából képes-e ezt a szerepet betölteni? Hát a kép... Ha felzárkoznánk most egy kicsit Brazíliából, tudásban, uh -huh. mit kell most tudnunk Brazíliáról? Ja, de a dél-amerikai szubkontinenshez viszonyítva, ugye, a mind lakosságban, mind területben, mind gazdaságban a legnagyobb országról beszélünk, tehát körülbelül az egész Dél-Amerikának több mint a fele. A lakosságban, a területben, a gazdaságban. Tehát természetesen egy meghatározó ország, de ez nem jelenti azt, hogy az ő befolyása a környező szomszédos országokra, vagy a régiós országokra olyan hatalmas lenne. Ugye többek között azért, mert a kereskedelmi és egyéb gazdasági érdekei az nem feltétlenül a térségben vannak, hanem Kína, USA, Európa, Unió. És ugye azt tudjuk, hogy az Egyesült Államoknak azért nagy a befolyása a világon, mert mindenhol ugye a dollárt használnak, mert mindenhol ott vannak az amerikai befektetők, mert mindenki Amerikával kereskedik, és ugye ezzel gyakorlatilag a befolyása a gazdasági kapcsolatokon keresztül jelentős. Most hagyjuk el, hogy bárkit le is bombázhat meg, mondjuk egy rakétával kilőhet, ha nagyon akarna, de mondjuk Brazíliának ez a képessége se nagyon van meg hogy katonailag mondjuk fellépni a jelentős szereplőként. Egyetlen egy kivétel volt még korábban, ugye amikor Haitiben a 2000-es évek közepe végefele volt, több probléma és egy ENSZ békemissziót indítottak a, a Haitiben, akkor ott Brazília volt a legfontosabb központi katonákat delegáló ország, de hát látjuk, hogy milyen jó sikerült ha itt, itt pacifikálni. Tehát most éppen a kenyaiak próbálkoznak ezzel. Túl sok reményem nincsen ahhoz, hogy itt gyökeres változás lenne. Tehát innen is látszik, hogy nincs elég katonai kapacitása se Brazíliának. Gazdasági kapacitása meg még kevesebb van, tekint, hogy az elmúlt években nem volt túl nagy gazdasági növekedés. Inkább ő függ a vele kereskedő országoktól, mint fordítva. Úgyhogy ebből kifolyólag Brazília, ha szeretné, persze, meg ha többi ország megbízná, tudná képviselni a, a különböző dél-amerikai, latin-amerikai országok érdekeit, de erre nem nagyon van igény a többi szomszédos ország részéről. Hm. És befelé, tehát ennek, ennek belpolitikai, vagy akár gazdasági növekedési potenciálja ennek a szövetségbe való tagságnak lehet-e? Hát ugye a a bank, az a fejlesztési bank, amit uh, alapítottak pár évvel ezelőtt, ugye annak van egyfajta ilyen IMF, világbankot. Uh, nem mondom, hogy kiszorító, de azt kiegészítő pénzügyi lehetőség, mert ugye az IMF hitelre ugye itthon is tudjuk, hogy azért nem csak bugyadják, hanem feltételekhez van kötve, gazdaságpolitikai feltételekhez jellemzően, ugyanezt mondjuk nagy valószínűséggel a BRICS bank nem fog ilyen típusú feltételeket támasztani, de ugye hasonló folyamatokat nézhetünk, mondjuk amikor egy kínai hitel érkezik, ugye a, a, ez a Belt and Road, tehát a egyövezet, egy út kezdeményezés keretében, ugye ott is ők nagyon szívesen megfinanszíroznak mindenféle infrastruktúrális beruházást, és nem igazán van semmi kötöttsége ennek a hitelnek, el kell költeni nagy, ugye egy kötöttség van, hogy a beruházásba be kell vonni kínai vállalkozókat, de hát ez részben azért érthető, hogyha kínai pénzből valósítanak meg valamit. Tehát, hogy ez, ez a befolyás a Brazíliának a térségben van, de, de nem akkora, inkább a, a Kínának van befolyása, jelentős befolyása Brazíliára, Sőt, amikor ugye az ukrán konfliktus elindult, akkor egy nagyon komoly probléma lépett föl Brazíliában ezen kapcsolatban, mert ugye Brazíliának ugye hatalmas mezőgazdasági termelése van, és a mezőgazdasági termeléshez hatalmas mennyiségű műtrágyát használnak, és honnan érkezett ez a műtrágya? Oroszországból. És ugye abban a pillanatban, hogy elindult a háború, logisztikailag elég nehéz volt Oroszországból ezek után átszállítani Fekete-tengeren keresztül Brazíliába műtrágyákat, és ez ugye veszélyeztette a brazil agrártermelést. És ugye itt már is elindultak tárgyalások, hogy miért nem akar Brazília mondjuk szankciókat kivetni Oroszország ellen, és azt mondták, hogy azért, mert akkor a mi exportunk fogja megsínleni, mert ha nincs műtrágya, nem lesz akkor a termelés, és nem lesz akkor a bevétel az országnak. Tehát ilyen szempontból inkább Brazíliának van függése a többi, legalábbis a két fontosabb BRICS országtól, mint fordítva. És ugye ellenhangzott ugyan már a, az a fajta konszenzus, ami a legköszönő elnök és az új elnök hozzáállására vonatkozott. A mostani vezetésnek a BRICS iránti, illetve a BRICS-be lévő tagállamok, akár már az újonnan csatlakozó államokat is, ha nézzük, az rejte olyan lehetőségeket akár politikailag is, hisz azért itt most már többször vonatkoztattuk ezt a kérdést nem csak gazdaságinak, hanem akár politikai jellegű kérdésre is, ami, ami Brazília számára egyfajta stabilitást vagy kitörési lehetőséget biztosít. Ez inkább Lula számára jelent megjelenési lehetőséget. Ha megnézzük az elmúlt időszaknak a nagyobb politikai találkozóit, akkor ugye most volt G20-as találkozó ezen a hétvégén Rio de janeiro ahol Lula ugye az amerikai elnökkel, meg a többi G20-as tagállam vezetőjével, vagy külügyminiszterével találkozott, paroláztak, közös fotó, bilaterális megbeszélés, Igen. elmentek meglátogatni az amazonaszi dzsungelt, mindenféle bejelentések voltak, tehát ez, ez egy hatalmas megjelenés. A következő BRICS találkozó pedig szintén Brazíliában lesz. Érdekes, hogy az egyik G20-as társaság után jön a BRICS-es társaság, tehát ez Lullának ez mind um, egyfajta nemzetközi PR lehetőség az, hogy mutassa az ő befolyását, az ő bekötöttségét, és, és azt, hogy ő, ha valamit el szeretne érni, akkor um, el tud érni a nemzetközi szintéren, de ugye eznek a <kül> nagy része azért csak um, reklám, PR. Mert ugye a tényleges befolyása annak van, akinek ugye vagy pénze van, vagy hadserege. Ugye ezen kettő nélkül Brazília persze nagyon szép, meg Lula Aranyos, meg jól lehet vele beszélgetni. Ugye Macron is elment vele pár hónappal ezelőtt az őserdőbe, és ott kézenfogva fogva sétáltak. Tehát ez egy nagyon jó PR, de effektíve. Ezután mit csinált Macron? Visszament Franciaországba, és az EU-Mercosur, tehát azt a dél-amerikai kereskedelmi szervezetnek, amiben Argentína, Brazília van többek között benne, az EU-val kötendő szabadkereskedelmi megállapodást épp most akarja kigolyózni. Miközben pár hónappal ezelőtt még Lulával ölelkezett, mm. meg, meg az Amazonasba sétáltak. Tehát hogy hol van itt a Lula befolyása Igen. akkor a nemzetközi ügyekre? Ennek ellenére ezt a kettőséget azért én. Én szívesen vinném tovább, főleg úgy, hogy gyakorlatilag éppen még csak pár napja eszméltünk arra rá, hogy az Egyesült Államoknak új elnöke van, és nyilván ehhez a, ehhez a váltáshoz, ami, ami az Egyesült Államok elnök választásával kapcsolatosan mindenki is belelátott a Trump győzelmek kapcsán, valahogy Brazília is viszonyul. De viszonyul ehhez és akkor itt egy kicsit kis bővíteném majd a kört, Dél-Amerika többi országa is. Próbáljuk meg ezt egy kicsit megvizsgálni, ezt a, ezt a fajta viszonyulást az Egyesült Államokhoz, illetve hát a várhatólag nem sokára beiktatásra kerülő új elnökhöz. Tehát ugye Lula nem egy politikai platformon van Trump-al, tehát hogy az elég egyértelmű, hogy Lulának a, a politikája a nemzetközi szintéren, a hazai szintéren, a politikai kapcsolatrendszere az USA-ban az alapvetően a demokrata párthoz és az ők adminisztrációjához köthető. Ugye neki trump hivatalosan nem volt dolga még korábban, tehát a Trump elnökség alatt ő hát vagy börtönben ült, ugye a korábbi korrupciós ügyei miatt, vagy pedig éppen a partvonalról nézte az eseményeket. A Trumpnak a politikai szövetségese Brazíliában az Bolsonaro. Tehát amikor Bolsonaro elnök volt és Trump elnök volt, akkor ők elég jól megértették egymást, Ja, ugye most jelenleg Bolsonaro-nak több évre ugye eltiltották a, a közfeladatok ellátásától, tehát nem is lehet megválasztani őt elnöknek a következő választás során. Tehát itt valamit neki ki kell, ki kell találni, egy politikai utódot, amire vannak önjelöltek, meg vannak bizonyára neki is jelöltjei, uh -huh. de tény, hogy mondjuk Trump és Lula között nem lesz olyan harmonikus a viszony, mondjuk, mint Bolsonaro és Trump között. Ezzel szemben ugye a másik nagy dél-amerikai ország, Argentina ugye kérte, hogy kicsit szélesítsük ki a témát. Igen, igen, igen. Ugye az ottani majdnem pont egy éve hivatalba lépett Javier Milei, ő pedig a nulladik pillanattól kezdve a Trumpot támogatta, pont úgy, hogy Orbán Viktor. Uh -huh. Tehát vakon minden tétet rárakott, és ez bejött milejnek is, és ez nem véletlen, hogy az első um, külföldi delegáció, aki Trumpot látogatta az elnökválasztás után, az például milej volt. Tehát, hogy ez a kapcsolatrendszer Argentína és az USA között, ez azt gondolom, hogy erősödni fog a következő években. És ugye pont Argentína volt az, akit szintén meghívtak a BRICS-be tagnak, és Arábia ugye még lebegteti, Milái pedig azonnal elutasította az első munkanapján, azt mondta, hogy ő nem fog belépni a BRICS-be, mert hogy ez egy kínai befolyási övezet, és ő ebben nem kíván belépni pedig az érdekes lett volna így, hogy Brazília és Argentína is tagja lett volna egy baloldali, egy jobboldali elnökkel, akkor ugye Argentinának ott is beleszólása lett volna a nemzetközi ügyekbe. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy, hosszú távon nézve jó döntés volt Argentina részéről, hogy nem lépett be, mert lehetett volna öt rójai faló is ebben a, uh -huh. a storyban, és amerikai érdekeket akkor már is lehetett volna képviselni a brics hát ez milyen csodálatos lehetett volna mondjuk Trumpnak. Tehát szerintem ez egy, ez egy elszalasztott lehetőség lett volna, hogy kicsit belülről bomlassa ezt a, az egész társaságot, és ő is ott jön az asztalnál, és más mondjon, mint amit a többiek. Tehát szerintem ez egy, ez egy öngól volt egy kicsit a Milei részéről, de tény, hogy Ideológiai szempontból viszont ez egy, ez egy kötelező lépés volt neki, ha ennyire tényleg az a, a, az Amerika Barát a, a, az abszolút piacbarát, hozzáállása, ez, ez nem igazán fért ebbe bele az, hogy ő azt mondja, hogy persze, akkor én leszek az, aki belép. Ugye bolsonaro nem más volt a helyzet, mert neki ugye ki kellett volna lépni, az ugye megint más, hogyha az embert ugye a folyóval együtt megy a sodrásban, mint amikor ő lép bele ebbe a, a, a konglomerátumba, és ugye ilyen országokkal, a, hogy Irán, meg Etiópia, meg Egyiptom, tehát ugye azért egy picit ez már lehet, hogy ez Milánynak sok lett volna politikailag. Nyilván ez egy érdekes kérdés lehet, hogy maga a Brixen belül ez a bővülés, ez mennyire egy ilyen nagyhoz eh, való csatlakozási szándékot fejez ki, és mennyire valós gazdasági vagy tagsági potenciálok vannak, mert most itt elsősorban Egyiptom nyírára gondolok. De visszatérve még Dél-Amerikára, eh, ugye már volt szó eh, más dél-amerikai országokról, de azért gyorsan menjünk végig így a, Jellemzőbb gazdasági potenciálokon, vagy társadalmilag érdekes vagy izgalmas országokon, amik még Dél-Amerikában vannak. Vajon a BRICS-hez való kötődés kialakulhat-e Dél-Amerika más országaiban, ha már Argentína úgymond pipa, tehát ők valószínű nem, Brazília viszont igen, tehát elképzelhet, hogy Brazília kerese, talál-e szövetségest a dél-amerikai kontinensen, vagy nem is keres, nem is áll ez érdekében. vagy brics belül. Vagy, hát igen, igen, hmm. így. Vagy pedig akár tőleg függetlenül mégis valaki be fog jelentkezni, mindahogy erre már volt is. Igen, igen, hát ugye bejelentkezés az meg volt, tehát ugye a Kuba, Nicaragua és Bolívia a, ugye már partnerségi pozíciót kapott, ugye Venezuela még azt se, ugye ez braziliai vétónak volt köszönhető, ezért Nicolás Maduro venezueli elnök elég csúnyákat is mondott mind Luláról, mind Lulának a külpolitikai főtanácsadójáról, de hát ugye ez nem volt véletlen Lula részéről. Tehát ugye az elcsalt júliusi választás óta azért a, a brazil-venezuelai viszony az finoman nem harmonikus, de nem csak vele, hanem egyébként a szintén baloldali vezetésű kolumbiai elnök is elutasította maduro azokat a felvetéseit, hogy hát itt minden rendben van, semmi látnivaló nincsen is ő az elnök. Tehát ezt még a, a tényleg a, a hozzá hasonló mm, politikai platformon lévő, Petró sem, tehát a kolumbiai elnök sem fogadja el. Hát ugye aki azonnal gratulált Madurónak, az ugye Kína, Irán, Oroszország, Kuba, Nicaragua, hát ugye a, ezek a szokásos országok, akik ugye még csak el sem bábozzák a demokráciát. Ugye Maduro elbábozta a demokráciát, de hát ugye a végeredmény hamarabb kijött, mint egyáltalán megszámolták volna az eredményeket. Tehát ez Tászott kicsit ilyen sztálini... Igen, igen, kicsit ilyen sztálini szavazószámlálati sztori volt Uh, és ugye hát már több olyan ország van nemzetközi szintéren, aki nyíltan, uh, uh, ugye hivatalosan vesztes Edmundo gonzález uh, fogadja a elnöknek, ugye ők, ők nyerték meg a, a -má Mácsádóval együtt a Saharov díjat, mint az Európai Parlament az idei évben neki kitélt oda, tehát hogy itt uh, Venezuela szerintem nem lesz egy darabig szövetséges a Brazíliának most, tehát nem fog tudni mit csinálni Maduro, nem tud elővenni olyan hirtelen megjelenő szavazatokat, amik az elmúlt három-négy hónapban nem jelentek meg. Tehát hogy ez a, az izoláltság a Venezuelának ez megmarad, tekintve, hogy az új Trump adminisztrációba ugye egy kubai menekül családból származó külügyminiszter fogja képviselni Trumpot, Marco Rubio, hát itt semmi óra nem számíthat sem Maduro, se Kuba, se Nicaragua, se az többi latinamerikai diktátor, aki még ott van. Tehát ott Marco Rubio elég könnyörtelen lesz velük, amiben csak tud. Értsd, gazdasági együttműködés mindenféle együttműködésben. Talán egy-két olyan téma lehet, amiben tudnak együttműködni, mint a környezetvédelem vagy szervezetbűnözés, de hát pont szervez, apropó szervezetbűnözés, tehát ugye maduro az az unokaöcsét több kilogrammi kokainnal és néhány millió dollárral találták meg a Miami reptéren, tehát ugye ez a most ő kinek a megbízásából ment arra, vagy nem, tehát ugye sokan a Maduro rezsimet egyébként narkó rezsimnek is nevezik, mert hogy központilag irányított kábítószerkereskedelem van, Egyesek szerint, hogy én is így fogalmazok, hogy engem bepereljen aztán a venezuelai nagykövetség, de hogy igen, tehát ezekben az országokban még csak el se bábozzák lassan már a demokráciát. Ugye Kubában már 59 óta nem volt soha egyszer választás, bár Castro megígérte 59 márciusában, hogy egy éven belül lesznek választások, ez elmaradt. Hmm. Úgyhogy nem nagyon vannak olyan potenciális nagyméretű országok, akik még beléphetnének. Hát ugye van még Mexikó, nem Dél-Amerika, de Latin Amerika. Um, Mexikó egy érdekes történet, nincs kizárva, hogy Mexikó előbb-utóbb be fog jelentkezni, uh, és ugye hát még ott a térségben nagyobb ország, aki van, hát Chile, Kolumbia, Peru, aki még esetleg bejelentkezhet. Um, én egyelőre nem látom a, a se Csillében, se Peruban az igényt az ottani vezetés részéről, hogy ők belépjenek, pont amiatt, mert nagyon autokrata irányba ment el a. Uh -huh a tagság. Kolumbiában ugye ő nem kapott meghívást, ugye van elég baj jelenleg a kolumbiai elnöknek az országon belül, nem tudom, hogyha ő meghívást kapna, akkor belépne, nincs kizárva, hogy igen, akkor az lehetne Lulának egy támogató szövetséges egyébként, de ez most nagyon spekulatív, mert nincs a csőben az ő tagsága egyelőre. Spekulatív lesz az is, amit kérdezek ennek kapcsán, ezért fordítsuk meg egy kicsit a, a, az, az irányt. Most maga Dél-Amerika, Latin-Amerika, országai kapcsán a BRICS nagyjainak, tehát orosz mondjuk Kína, ezt a kettőt, ha csak vesszük, érdeke gyakorlatilag komoly gazdasági, akármilyen más befolyás szerinti kapcsolatokat fenntartani? Hát ugye um, Oroszországnak um, ugye azért, hogy bosszantsa az usa tehát nem véletlen az, hogy néhány havonta kiköt egy orosz Igen. Yeah. Uh, alatt járó havannában, felhúzzák az orosz zászlót, kezet rásznak velük, azt mennek tovább, de ennél többet nem tud csinálni nagyjából um, Kubában. Oroszország, persze bizonyára vannak kémeik, meg lehallgató állomások, meg ilyenek, de hát hogy ez most hol nincs ki, melyik országnak. Mm. Ugye, ami itt a, a környéken az oroszoknak érdekes, az részben Venezuela, részben Nicaragua, ugye többek között azért, mert orosz fegyvereket vesznek, illetve orosz katonai tanácsadók is részt vesznek az ottani kiképzésekben. De ugye az oroszok nem nagyon vesznek ezektől az országoktól semmit, mert nagyjából ugyanazt árulják, tehát ugye ők is kőolajat, meg különböző nyersanyagokat árulnak, amire Oroszországnak nincsen szüksége. Akinek szüksége van ezekre, az Kína. Aha. Tehát ugye nem véletlen az, hogy a venezuelai kőolaj tartalékok évtizedre előre el vannak zálogosítva Kína felé, mert ugye Kína az egyetlen olyan ország, aki megengedheti magának, hogy az olyan típusú kőolaj kitermelésben, amiben ugye Venezuelának a, hatalmas tartalékai vannak, ennek technológia legyen, pénz legyen, szállítókapacitás Fogistika. legyen, Fogistika. és ugye ezt hitelből megcsinálják a venezuelaiakkal közösen, cserébe kőolajba törlesztenek a Kína felé. Tehát ugye ez nekik ez egy, ez egy érdek. És ugye nem csak Venezuela, hanem máshonnan is vesznek ők kőolajat, Brazíliától kezdve, Kolumbián át, ahonnan csak tudnak. Ugye részben egyszer ez egy érdek. A másik érdek az ugye a különböző ritka földfémek. Lítiumtól kezdve ugye mindenki gondolja Aha. az elektromos autó és mobiltelefon és tablet és egyéb különböző alkatrészekre, de mondjuk a csipgyártáshoz is szükség van különböző olyan ritka fémekre, amik mondjuk Peruban, Bolíviában, Argentínában megtalálhatóak és hát ne felejtsük el a világ egyik legnagyobb részkitermelőjét, Csillét, ahol szintén a részkitermelésnek a fele az Kínába megy, amivel gyakorlatilag Kína megint csak a number van kereskedelmi partnere egy újabb latin amerikai országnak. Tehát itt a Kínának hatalmas befolyása van, egyetlen egy komoly kivétel van az Mexikó. Mexikónak kereskedelmének a 80 az Egyesült Államok. Import is, export is. Ennek ennyire izgalmas ebből a szemszögből majd a megvalósulandó Trump politika. Ez így van. De, de, de fel is tenném egyébként ezt a kérdést ebben a formában, de nem is a Mexikó és az Egyesült Államok, hanem Kína is az Egyesült Államok viszonylátában, hisz akkor azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a rostán a szűrőn fönnak azok a dél-amerikai országok, akiknek legalább annyira fontos érdek az Egyesült Államok irányában is, jó kapcsolatokat fenntartani, minden mennyire érdekes Kínával jó kapcsolatokat. Igen, ez a többsége a dél-amerikai, vagy latin-amerikai országoknak, akik próbálnak egyensúlyozni. Ugye csak ez a pár diktatúra, Venezuela, Kuba, Nicaragua, az, aki teljes mértékben ugye az USA-tól el kíván fordulni, amennyire csak em, tudnak. Ugye itt Venezuelában kicsit kettős az érdek, mert azért a Biden adminisztráció kiadott kitermelési engedélyt egy amerikai em, privát olajvállalatnak, aki jelenleg úgy Venezuelában még mindig termelik ki az olajat és viszi az Egyesült Államokba, annak ellenére, hogy már hónapok óta tudjuk, hogy Maduro elcsalta a választást, és nem fogja mm, megváltoztatni ezt a döntését, és Biden nem szüntette meg azonnal ezt az együttműködést, hanem szép csöndben még csinálnak. Hát ugye nem kevés befektetés mente ezen olajvállalat részéről. Venezuelában nem fogják csak úgy hagyni elúszni a lóvét, tehát hogy ott azért ők próbálnak a legtöbbet kihozni ebből. Majdnem biztos vagyok benne, hogy Trump egyik első döntése az lesz, hogy visszavonja az engedélyét ennek a, az amerikai cégnek erre. Egyetemi oktató az ön meglátása szerint egyébként a dél-amerikai országok közül melyik országban van meg az a potenciál, ami a jövőt tekintve jó, jó, befektetéseket hajt végre, tehát az oktatásba, az egészségügybe, a társadalmi berendezkedése olyan, ami, ami be van fejlődési potenciál. Hát fejlődési potenciál nagyon sok latin-amerikai országban van. Tehát De ez hát 1900... 1920-ban Latin Amerika és a világ egyik leggazdagabb országa egy jutóan Argentina volt. Igen. Nézzük meg, milyen jól állnak most. Tehát potenciál az ott van, csak ha így vezetik az országot, akkor a potenciálból nem nagyon fognak kijönni. Nézzük meg, hogy a világ legnagyobb olajtartaléka hol van. Venezuelában, nem Saúd-Arábiában. És nézzük meg, hogy ennél kevesebb olajtartalékból Norvégia az elmúlt 30 évben mit művelt, és mekkora hatalmas állami befektetési cége van. A norvég GDP-nek 250 százalékát spórolják meg, annak a kamataiból is még ha soha többet kifogy minden északi tengeri olaj, a norvégok gazdagok lesznek még száz év múlva is mert ők az, amiük van, rendesen tudják menedzselni. Valószínűleg nem lopják el a felét nyitásként, és amit bejön, azt meg nem azonnal elköltik a nyugdíjra meg oktatásra, hanem szépen félreteszik a jövő generációinak. Ugyanezt Latin Amerikában nem nagyon sikerült eddig egyetlen országnak se összehozni. Jegyzem meg Gujáná nevezetű... De mi ennek a gyökerek? Erről, tehát, rajt egy erre Nobel-díjat nobel egy... adtak idén. <gül> ez <gül> igen. a igen. A, ugye ácsamögű nevezetű és Robinson nevezetű amerikai, illetve török amerikai közgazdászok, ugye arról írtak, hogy miért buknak el a nemzetek. Ez egy nagyon jó kis könyv, mindenkinek ajánlom olvassa el. És ugyanez megvan, miért buknak el latin amerikai nemzetek című verzióban is. És ott nagyon szépen leírják, hogy miért van az, hogy mondjuk angol száz korábbi gyarmatok, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, ők valami miatt jobban haladnak, mint a régi spanyol, meg portugál gyarmatok, mint Brazília, meg ugye egész Latin Amerika, de itt még van még néhány ilyen kicsit, hogy is fogalmazom, nem túl a világ élvonalába tartozó afrikai, spanyol, meg portugál gyarmat is. Tehát ugye ennek hatalmas szakirodalma van, akik ezt kutatják, hogy ez miért van. Ugye legtöbbször azt mondják, hogy ennek intézményi okai vannak. Tehát ha valaki megnézi, hogy mondjuk a, a Texas és Mexikó határán lévő város ami még 150 évvel ezelőtt Mexikó volt, ugye az amerikaiak elfoglalták, és a határ pont a város közepén húzták meg. Tehát a lakosság ugyanúgy spanyolajkú, um, hispán lakosság nagy részt északi, tehát határ északi részén az USA-ban, mint délen, és teljesen más, ugyanolyan földrajzi, ugyanolyan éghajlati adottságokkal, ugyanazok a természeti adottságok, ugyanazok az emberek, akkor miért van az, hogy a dél, az hihetetlenül csóró, koszos, veszélyes, tele van bűnözőkkel, hatalmas a, a gyilkossági arány, míg három kilométerre éjszakra ugyanabban a városban meg rend, tisztaság, csend, fegyelem és gazdasági növekedés van. Mi, miért van ez? Hát ugye azért, mert a határ rossz kerültek és teljesen más az Egyesült Államoknak az intézményi, jogi, állami szervezete és a, a jognak a kikényszerítése, mint mondjuk Mexikóban. És ugye ez egy, ez egy alapvető kérdés az egész latin-amerikai országban, hogy miért van az, hogy ugye... De ha azt a hipotézist mondjuk elfogadnánk, hogy a, a... A BRICS az valamennyire leképzése, vagy legalábbis egyfajta jelzése annak, hogy geopolitikailag egy nagy átalakulási folyamat van a világon, akár itt a nyugat befolyásának a csökkenése, akár más gazdasági potentátorok, tehát akár az uniónak ilyen értelemben a visszaszorulás, előregedése, akkor ez elképzelhető, hogy Brazília részéről egyfajta reagálás vagy válasz erre a fajta kitörési szándékra tehát tekintetjük egy ilyen, mert ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy definiáltuk a BRICS-et, és azért mm. ott a, az alapító tagállamoknak a összetétele, a hozzáállása akár a demokratikus intézményformákhoz, bármihez, azért sokszor megkérdőjelezhető, vagy több esetben megkérdőjelezhető, de mégis, mint tömörüléshez meg lehet, hogy van egy van egyfajta Potenciálban, ami, ami mondjuk fontos lehet így Brazíliának? Hát a gazdasági potenciál miatt igen. Tehát em, em, utána néztem a, a interjú előtt a brazil export eh, hova, a milyen országokba ment 2000-ben és 2021-ben a legfrissebb adatok szerint. 2000-ben az Egyesült Államok volt az első, partnere, a második volt Argentina, és utána jött Japán, Kína 2 kal a sokadik helyen, 2021-ben Kína egyes számú helyen 32 kal 20 év, év alatt. 20 év alatt beszélünk. Egyesült államok visszaszorult 10%-ra, Argentína négyre, tehát a saját környező országokban, a, abban a Mercosurban, ahol ő tag, alig kereskednek egymás között, és az összes többi ország néhány, tehát ilyen Németország kétszázalék, Spanyolország 200%, a futottak még be van gyakorlatilag a Kína és az USA mögött. Tehát amikor ilyen szintű átalakulás van, akkor nem csodálkozom, hogy ők évente inkább a kínai elnökkel találkoznak rendszeresen mint az olaszal, meg a, azokkal is találkoznak, meg persze jól megvannak, de amikor hirtelen pénz kell ahhoz, hogy mondjuk egy utat építsenek, egy kikötőt építsenek, és az európaiak azt mondják, hogy hát sajnos most nekünk, nekünk sincs Európában erre pénzünk, nem, hogy mi Brazíliában építsünk ilyeneket. A kínaiak meg azt kérdezik, hogy mikor utaljanak, akkor ezzel nagyon nehéz versenyezni. Igen. Yeah. Igen. És persze nagyon jók az európai áruk minősége. Reméljük mi még Európában, hogy még vannak olyan jók, mint a kínaiak. Csak a kínai negyed annyiba kerül egy kínai mobil, mint mondjuk egy amerikai, vagy egy negyed annyiba kerül, vagy fele annyiba kerül egy elektromos autó, ami Kínából érkezik, mint amit az európaiak tudnak gyártani. Hát akkor miért vennék meg ők a kétszer annyiba kerülő európai eszközöket, meg a négyszer annyiba kerülő amerikai mobiltelefonokat? Hát persze van az a, az a réteg, akinek ez státuszszimbólum, az mondjuk 5 -a, a lakosságnak. És akkor a maradék 95, az mit fog venni? Hát az olcsó, de még azért elketyeg és egyébként mondhatjuk azt, hogy persze minden kínai cucc gagyi, de nem. Tehát az a rossz hírem van, hogy olyan szintű technológiai fejlődésen ment át Kína az elmúlt húsz évben, hogy nem minden olcsó kínai termék gagyi. Persze, ilyen is van, meg olyan is van, de ugye ezek a fejlődő országok, ahol tényleg az a kérdés, hogy van 100 euróm, és akkor milyen mobilt vegyek, az meg fog venni egy kínai okostelefont 100 euróért és nem fog a hat évvel ezelőtti már leromlott amerikai, nem akarom kimondani a márka nevű típusú piacvezető luxusmobilt venni. Nyilván nyitva marad az a kérdés egyébként, hogy Latin Amerikának mi az a terhe, amivel, amivel a kitörési lehetősége megvad, de mégse él vele. De a beszélgetésünknek szerintem egy nagyon érdekes vetület rajzolódott ki számomra, de ha ezt ön nem így látja, akkor kérném, hogy reflektáljon erre, hogy Brazíliának lehet, hogy egyszerűen a földrajzi adottsága, távolsága a BRICS magtól is érdekessé teszi az ő BRICS-en belüli pozícióját és lehetséges szerepvállalását. Ezért volt szerintem érdekes az, hogy megnézzük, hogy egyáltalán a Dél-Amerika, Latin-Amerika összefüggésben ebben rejlenek e valamilyen kitörési pontok. Hát mindenki summáz ezt úgy, ahogy, ahogy, gondolja, hogy látja Azt gondolom, hogy Brazíliában van hatalmas potenciál, tehát, de jellemzően a mostani körülmények között ez nyersanyag, kőolaj, és mezőgazdasági termékek, ami mind alacsony hozzáadott értékű termék. Egyetlen egy olyan terméke van Brazíliának, ami világszínvonalú, jó minőségű, megfizethető áru, ez pedig a repülőgépek, az az Embraer, amiből ugye a magyar hadsereg is kapott már egyet, kapott, hát vett, Uh -huh. és nem sokára érkezik a, a második is, úgy tudom. Hát ezt nem véletlenül tőlük vettünk, már megnéztük, hogy mennyibe kerül a Boeing meg egy Airbus, és azt mondtuk, hogy hát a Brazil nem tudom, x százalékkal olcsóbb, és pont ugyanolyan jó, ha nem jobb, mint a Boeing. Ugye nézzük meg, hogy a boeing mi történik az utóbbi néhány évben. Nem csodálkozom rajta, hogy Embraert vettek. Ez egy olyan sikertörténet, amit ez a probléma nem sikerült reprodukálni más ipari területen, más szférában. Tehát megpróbálkoztak ők mindenféle elektromos termékekkel a mosógépen keresztül az autókon át, az egyetlen egy versenyképes, saját fejlesztésű, magas technológiai hozzáadott értékkel rendelkező termék, ami világpiacon versenyképes, az a repülőgyártásuk. Abból a picitől a nagyig mindent gyártanak, tehát a kis hat személyes jetektől kezdve a, a, lakossági, tehát ilyen 300-200, meg a teherszállítóig minden gyártanak, és minden versenyképes ebből. Ez egy érdekes kérdés lehet egyébként, hogy itt maga a tudás, tudástranszferehez, tehát akár a mérnöki konstruktőri tudás, az saját brazil tudás, vagy, vagy akár megvett vagy behozott. Na, Van Minden van, tehát ugye minden ők, ők se tudnak protekcionista módon dolgozni, tehát valaki megnézi, hogy egy embernek a különböző részei honnan jönnek, az Dél-Koreából, Japánból, Németországból, hmm. USA-ból, mindenhonnan, de a design az övék, ő szerelik össze, magas hozzáadott értékkel, és ők adják el a végén jobbáron, megfizethetőbb formában, és körülbelül tíz évre előre le van kötve a kapacitása az Embraernek. Már ugye egy repülőgépet összerakni azért nem rövid idő, és mindehhez van egy hatalmas kutatás fejlesztési részük is a saját hozzáadott részhez, és az a probléma, hogy nincs még egy ilyen. Mert ha ebből lenne nyolc, akkor Latin Amerika virágozna, de sehol máshol nincsen ilyen. Olyan dolgok vannak, hogy mondjuk hirtelen felvedezett hatalmas lítiumtartalék, tartalék, amire rárepültek a kínaiak, a németek, az amerikaiak, mindenki, és elkezdenek lítiumot kitermelni, de ugye nem az argentinok meg a bolíviaiak termelik ki, ők ugye kapnak valamennyit ezért, és ugye alacsony feldolgozottsági szinttel viszik el a különböző országokba, ahol finomítják, ami ugye a tudás Igénylő rész, és ugye ez a probléma, hogy mindig alacsony hozzáadott értékkel adják el a nyersanyagokat. Nyers alól megint csak egyetlen egy kivétel van Mexikó. És ugye miért? Mert ugye az az Észak-Amerikai Kereskedelmi Szervezet, korábban NAFTA, most már USA, Kanada, Mexikó szabadkereskedelmi szervezetként van nyilvántartva. Ott az USA cégei hatalmas mennyiségben szerveztek ki ugye az ő saját hát termelésükből a környezetszennyező és az alacsony munkaerőt igénylő dolgokat, azt mind kivitték Mexikóba. És ugye ez az, amit ugye Trump először megcincált az előző elnöksége során, és ezért a mexikóiak bár nyilvánosan nem mondják azt, hogy félnek ettől, de biztos vagyok benne, hogy nagyon félnek, hogy a második Trump elnökség mit fog hozni. Igen, hát ez gyakorlatilag azt, azt hiszem elég jól lajstromba állítják a különböző elemzők, hogy mit várnak ettől a Trump adminisztrációtól, és ebbe azért valóban a Mexikóhoz való viszony az egy mondhatni az első három, vagy az első ötben biztos, hogy ben van az intézkedés. Ugye most a csoport. gazdasági részről beszéltünk arról, hogy Igen. mi van a határon, meg az ott érkező illegális bevándorlókról, ez egy következő kör, de én attól tartok, hogy Trump ezt össze fogja kötni, és azt fogja mondani, hogy... Kezeli. Így van. És Aha, azt fogja mondani valószínűleg, hogy akkor nem fogja különböző vámokkal bántani a mexikói, amerikai kereskedelmet, hogyha Mexikó szépen az hoz tőlük érkezett illegális bevándorlókat, akiket az eredeti kibocsájtó ország nem vissza, azokat szépen visszatolom, Mexikóba, aztán jó napot. Na hát ennek a BRICS sorozatunknak az első ö, szereplőjéről, Brazíliáról szerintem sikerült megtalálnunk azokat a hívó szavakat, amik pont elég kérdést tartogatnak majd a következő részekhez, ami Kína, Oroszország lesz, és aztán majd talán sikerül a további csatlakozó államokra is szánnunk egy-egy beszélgetést. Inna dr. Nagy Sándor Gyulának, Korvinusz Egyetem tanárának, Latin Amerika kutatónak köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban. Köszönöm szépen.